Szép öreget kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom, jól hallatszom. Nagyon érdekes témákat hoztam ma reggel, ugyanis ugye egész éjjel nagyon komoly tanulás, meg mindenféle tárgyalás, eszmecsere folyt a ti érdeketekben egyébként, akik velünk dolgoznak, és nagyon sok meglepetéssel készülünk, mert hát úgy néz ki, hogy az a fajta dolog, amit mi csinálunk, az egyre több támogatói hátteret kap, illetve egyre több olyan követőnk van, aki azt mondta, hogy hoppá, így ezt azért nem gondoltam volna. Na, örülök neki, hogy itt vagytok. Hol is kezdjem, mert nagyon izgatott vagyok. Oké. Ugye sok olyan folyamatos ilyen, hogy is hívják, lejátszási lista eszembe van a YouTube csatornámon, amin folyamatosan mennek videók, és ugye van egy olyan sorozat, hogy hogyan csináltam meg a gyémántot, vagy gyémánt lépésről lépésre. Kicsit ilyen nagyképűnek hangzik ez a dolog, de kicsit így vonatkoztassunk el ettől, hogy nem csak az a gyémánt, akinek így kitűzik, hogy most a gyémánt, hanem az egy olyan dolog, ami egy korszaknak a vége, tehát kitűzi valaki, hogy megcsinál egy ilyet, és egy korszaknak az eleje fog következni. És sokan kérdezik, hogy hogyan, mi a titka ennek az egésznek, és nem tudom, hogy tudjátok-e, gyémántok azok is, akik kitűzik, hogy ők jó cukrászok lesznek, és mikor átveszik ezt a diplomát tulajdonképpen, vagy fölveszik őket valami jó szállodában, mondjuk séfnek, stb. Ők is gyémántok. Azok is gyémántok, akik kint értünk, dolgoznak az utakon, és elmondom nektek, még a kukások is a gyémántok, mert hogyha csak két napra megszűnne a kuka szállítás, hát nem tudom, mi lenne itt az országban. Gondolom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok pontosan. Tehát nem tudom, hogy nálatok hogy van ez, hogy el akartok-e érni egy olyan gyémánt szintet. Hangsúlyozom, most nem pont a network marketingre gondolok, hanem valamiben. Gyémánt tudsz-e lenni, mint férj? Gyémánt tudsz-e lenni, mint feleség? Gyémánt tudsz-e lenni, mint fölnövő gyerek? Vagy éled a középszerű kis életet, és mások kitalálják helyetted, hogy hát te majd mikor lesz egy gyémánt, vagy egyáltalán kellene neked, mert érted. Szóval ilyen gondolatok járnak most így a fejemben, és akkor megosztom veletek. Na, hát az az érdekes dolog van, hogy elkezdtem egy mozgalmat, és nagyon izgatott vagyok. Megmondom, hogy mit. Ugye sokan megosztjuk, hát így a fölismeréseinket különböző videókban. Egyre több olyan videót láttok, így a csoportomon belül, nagyon aranyos hölgyek, urak vannak, akik fölvállalják magukat, és nem megmondón, hanem egyszerűen csak, mint ma is például Andrea, azt hiszem, hogy 7 óra, akkor kiválasztotta magának ezt a 7 óra időpontot, elindítja a kis videót, aztán így elmondja az érzéseit, így az élettapasztalatait. Miért érdekes ez? Sokotokat kérdezik, például Anit is kérdezték, Balassa Anit, hogy miért csinálja ezt. És nem tudom, hogy van ez, ugye nézek különböző youtubereknek az ilyen videóit, és nem azt mondom, hogy most ez egy ilyen divat lenne, hanem ez egy jelenség, hogy az emberek úgy szeretik megosztani az ilyen életfelismeréseiket. Írtok már ide egy pár kommentbe, hogy szerintetek ez egy jó dolog-e? Hangsúlyozom, nem megmondók vannak, mi sem megmondók vagyunk, tehát én is, amikor így szólok hozzátok, az nem az van, hogy most így mondom a tutit, hanem egyszerűen így, hogy elérünk valamit, vagy valamire rájövünk így a nap folyamán, és akkor azt így megosztjuk egymással. És most arra gondoltam, hogy ha már ez ilyen aranyos dolog, mit szántok hozzá, ha kipróbálnánk valamit. A következő dolgot találtam ki. Tudjátok, én mindig gondolkozok valamint, erről is lesz majd szó, hogy én így 9 órakor elmondom reggelente így a felismeréseimet. Ha az neked elindít valami gondolatot, akkor csinálnám mondjuk egy pár perces videót, 5-10 perces videót arról, amiről én beszélek, ha eszedbe jut természetesen valami,
És mondom a technikát, ezt érdemes egy, tehát nem muszáj élőbe ezt megcsinálni, mert még akkor lehet, hogy nincs gyakorlatod, de gyakorolni viszont jó, előveszed az okostelefont, és így kiteszed mondjuk egy autóba, most nagy divat egyébként ez az autó talk show, kiteszed így a telefont, és elmondod az aznapi gondolataidat, így videóba fölveszed. Az okostelefonok már egész jó videókat csinálnak, ez lementődik ugye a saját telefonodra, és csinálj egy YouTube csatornát, és a YouTube csatornára pedig egy olyan lejátszási listát, hogy napi felismerések, például, és akkor odaírod a, tehát mindig oda kell írni egy címet. Tehát mindig oda kell írni valami olyan címet, ami köré építed a mondandódat, ez egy-két szó, egy-két, tehát egy rövid cím legyen. Megmondom, miért érdekes ez. A YouTube az érdekes dolgokat tud produkálni, mert tegyük föl, hogy te benne vagy mondjuk valamilyen üzletben, és van valamilyen felismerésed, tehát azt szeretnéd, hogy kialakuljon egy bizalmi híd, és azt szeretnéd, hogy téged sokan megismerjenek, de ne úgy ismerjenek meg, hogy te nyomulós üzleti ajánló vagy, hanem különböző oldalaidról fognak megismerni. Megismerik azt, hogy milyen a mondjuk a párkapcsolattal kapcsolatos fölismerésed, milyen az, hogy egészséggel kapcsolatos, vagy egyetlen a pénzzel kapcsolatos felismeréseid. Ez a három, ez nagyon szűk dolog, de általában ez érdekli az embereket. És akkor én, hogy így mondok különböző dolgokat, ha van hozzá kedvetek, akkor megcsináld a videódat, és föltöltöd a YouTube-ra. Na most ugye ezt nyilvánosra tedd, és a YouTube videód alá, ha annak van egy frappáns címe, akkor YouTube videód alá pedig, hát úgy odaírod körülbelül, miről szól ez a dolog, és oda az elérhetőségi linkedet oda teszed, mondjuk én a Facebookot szoktam. Nekem a videóim alatt az van, hogy üzenj nekem bátran a Facebookon, és segítek. Na most ebben benne van úgy általában minden, hogyha a jó a tartalom, amit én mondok a videóban, és mondjuk szeretne valaki mondjuk gyémánt lenni, vagy szeretne valamilyen tanácsot kérni, akkor engem megkeres a Facebookon, és innentől kezdve elindul egy ilyen kis, hát ilyen ötletelés. Nagyon jó dolog az, hogy ugye sokotokkal csináltam ilyen kettes csoportot a Facebookon, és elég komoly üzenetváltások vannak. Valamikor csak egy héten egyszer üzenünk egymásnak, van akivel napi szinten ötletelünk. A lényeg az, most elárulok egy titkot, kialakul egy minőségi névlistád. Olyan névlistád, ami arról szól, hogy veled vették fel a kapcsolatot, nem neked kellett nyomulni valamilyen szinten, nem neked kellett különböző spam ajánlatokat adni, hanem egyszerűen megkerestek az emberek. Egyébként elmondom nektek, hogy körülbelül olyan 10 embert, ha így magadhoz tudsz vonzani, föl tudsz építeni egy gyémánt szintet. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert ők is meg fogják csinálni azt a 10-et, meg aztán az ő ismeretségi körük is megcsinálja ezt a 10-et, és kialakul egy közel 1000 fős csoport úgy, hogy észre se veszed, teljesen automatán, és nem kell egy vadászni az embereket, ilyen névlista, stb. Megállok egy picit. Ez jó információ-e számotokra? Sokan kérdezi tőlem, hogy mondd már el a titkot, hogy most miért nem kell nekünk névlistát írni, meg miért nem érdemes zaklatni az embereket. Hát azért, mert nem érdemes, mert semmi értelme nincs. Aminek értelme van, most képzeljétek el, csak tényleg így vonjatok ilyen párhuzamot, hogy írjál föl egy papírlapra, egy fehér papírlapra egy régi típusú mondjuk megkeresést, hogy ugye ír névlistát, és akkor majd a szponzoroddal földolgozod meg így. Szóval ez a hülyeség, ez a szívás kategória. Vagy nézd meg, hogy húzol egy vonalat, és vonzás marketing. Bizalmi híd, mondhatjuk így is. Melyik az, ami nektek jobban tetszik? Nekem a bizalmi híd kiépítése. Na most, ha ideig eljutottatok, akkor megvan mondjuk a YouTube csatornátok, szépen töltitek fel a videókat. Ezeknek a videóknak kérdezik, hogy milyen hosszúságú legyen. Hát, többfajta videó létezik.
van, ami 5 perces, van, ami 20 perces. Ez első videók, az a 10-15 perceseknek elégnek kell lenni. Lesz olyan majd, amikor így elkap az ihlet, aztán csinálsz olyan 1 órás videót is. Én rengeteget csináltam ilyen 40 perceseket. Nincs időkorlátoz kötve. A lényeg az, hogyha egy pár videód olyan, amit érdemes meghallgatni, akkor meg fogják nézni majd a hosszabb videóidat is. Az a lényeg, hogy én azt javaslom, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hogy érdemes, mikor jó belelendülsz, napi szinten tölteni föl a YouTube-ra a videókat, ugyanúgy ugye a Facebookra is. Azért érdemes ezt így megcsinálni, mert Facebookról lehet, hogy el fog tűnni, meg az úgy lemegy a hírfolyamból, aztán te eltűnhet, bármi lehet. A YouTube-on azért ott maradnak, csak akkor törlődik, hogyha valami vétséget csinálsz, vagy valami olyan dolog, valami miatt muszáj, hogy töröljék a YouTube listádat, de erről majd egy későbbi videóban mondok egy pár dolgot. Miért érdekes ez? A YouTube is, ahogy egyre több nézettséget produkálsz, előbb-utóbb megvan neki pontosan a számja, hogy mikor fog fizetni. Ne sok fizetésre gondoljatok, de egy idő után nagyon sokat fizet a YouTube. Akkor, hogyha sok követőd van, de nem véletlenül mondom, hogy iratkozzatok föl, meg ajánljátok, mert egyre többen iratkoznak föl, egyre nagyobb a nézettség, egyre több értéket tudunk így adni, és egy idő után majd fog fizetni a Facebook, de, vagy a YouTube, de ne pont ezért csináljátok, de ez is benne van a pakliba. Ő nagyon sok fajta téma fog majd eszetekbe jutni, majd mondok erről egy bizonyos trükköket, amit föl tudsz tenni bizonyos ilyen felismerés videók mellé, például csak mondok egy érdekes dolgot. Most akarok csinálni egy olyat, mivel rengeteget utazunk, főleg, hogyha majd meg is engedi ez a koronavírus, esetleg visszajön szabadságról, vagy elmegy, nem is tudom, és akkor elindulunk ugye sokára Kubába, Tájföldre, meg különböző helyekre, és én például, csak ötlet, fog csinálni olyan szálloda videókat, ahol a saját szemszögemben mutatom be, mint vásárló, hogy milyen szállodákban vagyunk, hol érdemes megszállni, milyen szolgáltatások vannak, vagy ha az adott városba elmegy valaki, akkor ott milyen programokba érdemes elmenni, vagy delfin úszás, stb. Ez megint olyan dolog, hogy sokan keresnek különböző dolgokat, és megtalálnak, mondjuk egy olyan videóban bemutatok mondjuk egy tájföldi nyaralásnak a, mondjuk ez a szállodát, hogy hol voltunk, stb. És mi az értelme ennek? Az az értelme, hogy valaki rákeres mondjuk az adott szállodára, meglátja a te videódat, ő, ha érdekesnek talál, föl is iratkozik rá, és mellette a lejátszási listákon meg ott van az, hogy mondjuk pár felismerés, és lehet, hogy mondjuk épp a néző, mondjuk tegyük fel párkapcsolati dolgokba küszködik, neked lehet, hogy van egy olyan videód, ami érdekes lehet a számára, aztán lehet, hogy éppen pénz vagy egészségügyi problémával küszködik is, és akkor úgy áttéved arra a videóra, közben meglátja, hogy te mivel foglalkozol, fölveszi veled a kapcsolatot, és azt mondja, hogy én szeretnék rendelni. Lobogtatja a bankkártyát, és észreveszed, hogy jutalékot fogsz utána kapni. Nem tudom, értitek ezt a lépésről lépésre online marketinget? Ez egy picike, nagyon picike része az egésznek, de számomra nagyon izgalmas, amikor jártam, úgy képzeljétek el, hogy egy Bruce Lee filmről mondtam egy pár dolgot, aztán mondtam egy pár dolgot a mennyei proféciáról, meg úgy utaltam rá, hogy ez milyen jó kis film, és beregisztráltak hozzám, és jutalékot kaptam az adott emberkétől. Tehát értitek, hogy olyan dolgokat lehet megcsinálni online, amit offline nem tudsz ilyen gyorsan megcsinálni. Sokan mondják nekem azt, hogy ó, hát sokkal egyszerűbb ilyen kávézókba találkozni, meg mindenféle, nem tudom, próbálgassad. Én próbáltam 16 évig, elkoptattam egy csomó autógumit, de igazán sok értelme nem volt. Időt rengeteget pazaroltam el egyik városból a másikba, és amikor elkezdtem ezt a, úgymond, felismeréseket megosztani emberekkel, nagyon sokan csatlakoztak, és nagyon sok barátom van. Hogyha így érzed esetleg, hogy téged is így
találtalak meg, illetve te találtál rám, akkor írj ide kommentet, és írj ide, hogy igaz ez, mert én akivel most beszélek, és tényleg igazi jó barátom lett, az mind az internetről találtam. A Miklósékat, az Árpiékat, a Balázs, az Ani, az Andrea, és akik mondhatnám, az Évi, mindannyian úgy találkoztunk, a Rottek Lacitól kezdve, így sorolhatnám, a fogadott fiam például a Máté, ő is az interneten, ugye Miklós révén találkozott velem. Hát most mondjátok meg nekem, igaz-e az, hogy a saját hazádban nem lehetsz próféta? Tudjátok, hogy miért? Azért, mert például a saját városodban ki van alakulva egy kép rólad, hogy te mondjuk gumiszerelő vagy, te mondjuk kajakos vagy, te mondjuk zöldséges vagy. És nehogy már egy kajakos vagy, egy zöldséges vagy, egy gumiszerelő mondja meg, hogy az én egészségemre milyen dolgok valók. Értitek? Tehát nem fognak benneteket elfogadni. Viszont, ha megismernek benneteket, ha meglátják, hogy te milyen ember vagy valójában, és közben példát mutatsz, hát akkor azt mondják, hogy figyelj csak, hogy is, mi is, kész, beregisztrál, már észreveszed, hogy benne vagy egy ilyen üzletben, mint mi is, hogy jutalékot kapsz emberek után. A nagyszámok törvényéből az van, hogy egyre többen csatlakoznak. Most csak gondoljatok bele, mondjuk tegyük fel, olyan dolgokkal foglalkoztok, hogy például nem lehet ilyet mondani, hogy egészségjavítás, hanem mit lehet mondani? Hát, hogy jobban lesz az ember mondjuk valamilyen készítménytől. Hogyha találsz egy olyan embert, aki elkezdi fogyasztani a ti cégeteknek a készítményét, és tényleg jobban lesz tőle, az olyan hírvivőd lesz, hogy 4-5 embert, 8-10 embert is tud hozni. Nekem van olyan disztribútorom, hogy ilyen nem munkatárs, hanem eszmei társ, ez a legjobb kifejezés, aki több mint 200 embert hozott be, és utána kapunk jutalékot. Mi ez, hogyha nem egy varázslat? És ezt tudjátok, hogy mi? Le van rövidítve az időintervallum, amit ráfordítasz az adott munka végzésre, és ahelyett tudsz olyat csinálni, mint én is, hogy mindjárt megyek ebből a szürke időbe kajakozni. Nem tudom, hogy értékes információ ez, vagy nem, és mondhatnád azt, hogy akkor mondd meg, Vili, hogy kezdjem el. Hát mondtam az elején. Meghallgatod az én videómat, fogsz egy papírceruzát, és ahogy hallgatsz, ne elméből hallgassál, ma mindig mondom, hanem hogy hallgass úgy, mint hogyha háttérből valaki így mondogatna neked valamit, és hogyha felébred benned valami, gyorsan írd le, ugye elmondom, hogy mit nevetek, gyorsan írd le, üvegtigrisben volt az, a Gaben, tök kérdezték, hogy mi jut eszébe a trombitás rácról, azt mondja, tehát szexesben megölném. Tehát, hogyha ilyen jut eszedbe, akkor azért ne írd le. Szóval, ami eszedbe jut, leírod, csinálsz róla egy rövid videót, föltöltöd a YouTube-ra, esetleg utána beteszed a te saját Facebook csoportodba, vagy így, mint én, kinyomod live-ba, és csinálod ezt 90 napig. 90 napig így szépen a felismeréseket megosztod. Körülbelül az a 35-40. Nap után kinek mennyi, elkezdenek követni, lájkolni, de mondom, jó tartalmakat kell föltenni, mert hogyha arról beszélsz, hogy milyen szép zöld a fű, meg szép a víz, meg egyébként meg jók a kirakatok, tehát értitek, tehát olyan dolgokat kell mondani, ami úgy fölébreszti az embereket. Ezért nem kell kitalálni a spanyol viaszt, higgyetek el, kövessetek, én fogok olyan dolgokat hozni, ami köré tudsz építeni témákat. Tapasztalatban mondom, 8-10 videómat meghallgatod, aztán rá fogsz jönni, te jó ég, hát ez tényleg nem egy ördöngös dolog, és elindul benned önműködően is. Az az élettapasztalat, amit már megéltél, és eszedbe jutott, hogy ó, ezt így oldottam meg, ó, ezt nem így oldottam meg, ó, ezt úgy gondoltam, hogy ha ezt túlélem, akkor nem is tudom, mi lesz, és ezt túlélted, és tudod, hogy milyen megoldást adtál arra, hogy ezt túléld, és ezt így egyszerűen csak elmondod.
Nehogy azt hidd, hogy ez embereknek nem fog segíteni. Dehogy nem fog segíteni. Ő neki fog segíteni, mert megoldást ad a te kommunikációd. Ő neked azért fog segíteni, mert nézett lesz a videód, és rá fognak találni olyan üzenetedre, ami speciálisan majd pénzt fog neked hozni. De ne kifejezetten a pénzért csináld, az egy olyan dolog, ami hozadéka ennek. Ez tudjátok, hogy mi? Ez egyszerűen egy energiaáramlás. Így kiáramoltatod magadból a felismeréseidet, és kapod majd a visszajelzéseket, és ezért jó az a kis pici mozgalom, amit én szeretnék így kialakítani bennetek, mert mondjuk én mondok egy témát, te csinálsz róla egy videót, azt meglátja valaki, esetleg több ilyen videót meglát, tehát én arra kérlek benneteket, hogyha csinálsz ilyen videót, tedd be ide kommentbe, tehát itt megy az én videóm, és mondjuk ha ma úgy gondolod, hogy csinálsz, akkor most már ne nekem küldd el, hanem bátran linkeld be ide a videó alá, mint egy hozzászólást. És hogyha ezt megosztod a te saját oldaladon, saját Facebook oldaladon például, és oda is kommentelsz, ez egy vírus marketinget indít el, mert a Facebook azt fogja látni, hogy interaktív a te oldalad is, az én oldalam is, a kommentelő oldala is, és sok helyen megjelenik a te videód is, az én videóim is, sok emberhez eljutnak a megoldás videók, és ezt csak észreveszed, hogy odaírja a Facebook, hogy nézettség 4-500, meg 1000, meg a franc tudja mennyi, és tudjátok, ennek az a szépsége, hogy nem áll meg. Tehát lehet, hogy te elmész aludni, és este valaki rátalált a videódra, és amíg te alszol, addig rátalál a videódra, és beregisztrál, és elkezd rendelni, és észreveszed, hogy jutalékot kapsz, és azt mondod, hogy Úristen, teremtek. Úristen, megint egy szintet előre léptem az üzletbe. Úristen, már gyöngy vagyok, már gyémánt vagyok. Van egy nagyon-nagyon jó barátom, ő volt az első direktem az adott cégünkben, ami most van, és ugye most fogjuk avatni Gyöngyé. Attila nevezetű, ilyen bajuszos, nagyon jó srác, és beért neki az, amit mondtam neki, ő nehezen adta rá a fejét, hogy videózzon, nem is nagyon videózott, viszont blogolt, tehát leírta a tapasztalatait, de ezt is csinálhatod, hogy leírod először, és most elérte azt a szintet, hogy kettővel van lemaradva a gyémántól, tehát kettővel van lemaradva a gyerekek. Érdemes-e egy olyan dolgot elindítani, aminek a következménye majdnem gyémánt, és nem sokára fogjuk avatni majd gyémántnak. Értitek, hogy nem egy ördöngös dolog ám a gyémántig eljutni, csak napi szinten azokat a picike dolgokat meg kell csinálni hozzá. És én ezért akarok nektek segíteni, hogy ó, hát Vili, milyen témát csináljak. Hát gyere, nézd az én videóimat, aztán, hogyha ad indítatást, akkor csinálsz róla egy videót. Ha nem tetszik az én videóm, akkor nézd a Laci videóját, a Rottek Laciét, vagy nézd a Forgács Mikiét, vagy nézd valakiét, az a lényeg, válasz ki magadnak egy olyan embert, akivel tudsz így azonosulni. És hidd el, a benned szunnyadó kis erő, az elő fog jönni, mert egyek vagyunk. Benned benne van egy csomó Nyisztor Vili, bennem meg benne van egy csomó Évi, Sári, Laci, Júlcsi, mindenki, és azt az erőt, azt a teremtő erőt, ezt tudjuk föl piszkálni egy picit, és én hiszem azt, hogy ezzel a mozgalommal jobbá tesszük a világot. Mert mi nem azon gondolkozunk, hogy kéne szidni Orbán Viktort, meg mit tudom én ki van, Gyurcsán, vagy nem is tudom, van ilyen, meg hogy most szidjuk az OTP vezérigazgatóját, mert olyan gazdag lett, meg minek? Okoz ez előre lépést? Tüntessünk? Vagy mi a jó ege? Nem. Mindenféle élet pici helyzetre van megoldás, és hogyha erre van a fókusz, holnap egyébként erre egy komoly anyagot készítettem, holnap fogom leadni, gyertek majd, előre vihetjük a világot. Nem szidni kell a másikat, hanem mondja 2000 évvel ezelőtt lejött mesterünk, hogy szeressétek egymást. És a szeretet az nem arról szól, hogy jaj, de szeretem, de közben úgy megölném, meg mindenkinek megbocsátok, de ennek a rohadt Józsinak nem elütött a macskámat. Érzitek? A szeretet, a megbocsájtás, az nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy tovább vigyük az életünket, és egy jobb világot tudjunk hozni.
Hát jobb belementem ebbe a témába. Lehet, hogy ez is mond neked valamit, amiről érdemes majd csinálod egy videót, egy fölismerést. Ha tetszik ez a fajta dolog, akkor ha induljunk el benne, mit szóltok hozzá. Én folyamatosan jövök hozzátok, adom a témákat, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ott rengeteg videó van, kezdjétek el nézegetni, mentek valami utazásra, berakjátok a YouTube, már mindenhol ott van. Benyomod, hidd el, sokkal több információt fogsz kapni pozitívan, mint hogyha hülye híreket hallgatod meg bele, bonyolódsz ebbe a koronavírusos helyzetbe, meg mit tudom én, mibe, szidjátok a dolgokat, ahelyett, hogy mindenből a jót találnátok meg, és ugródeszkának használjátok például a koronavírust is, meg mindent. Na, hát így jó körülírtam, amit szeretnék, és ezt meg is csinálom. És hogy miért fogom ezt megcsinálni pontosan, a hónap fogok erről beszélni, és egy nagyon komoly teremtési titkot fogok elárulni. Az egyik legnagyobb olyan dolgot, amivel lehet teremteni, és amikor rájössz erre, akkor azt mondod, hogy úristen, ezt miért nem hamarabb csináltam? Nem, most van itt az ideje. Oké? Mindenek rendelt ideje van. Remélem tudtam értéket adni ma is. Sziasztok, a teremtőről legyen veletek, és találkozunk holnap ugyanebben az időben.